Készülnek a busó állarcok a Beátaszéki Művelődési Házban szervezett kézműves délutánon. Kicsik és nagyok vettek részt a foglalkozáson, ahol minden kellék adott volt ahhoz, hogy igazi rémisztő farsangi állarcot készítsenek maguknak a résztvevők. De nem csak maszkot készíthettek a gyerekek, hanem egy igazi busóval is találkozhattak, és a télűző hagyomány történetét is megismerhették. A busójárás egy tavaszváró téltemető népszokás, a Mohácson élő sokacok dramatikus néphagyománya, ami 2012 óta Hungarikumnak számít. Cséplő Balázs, aki évek óta részt vesz a mohácsi maszkos alakoskodáson, jött el és mutatta meg a jelenlévő gyerekeknek, hogy milyen egy igazi busójelmez. Gyerekkorom óta gyómóka, úgyhogy, de sajnos nem tudtam öltözni régebben, mert hát, de amikor sikerült összeszedni a saját felszerelésemet, saját magamnak elkészítettem, amit nem sikerült úgy beszerezni, és hát most már régóta, nagyon régóta. A farsangi időszakban a szervezők úgy gondolták, hogy a farsangolás egy másik arcát is megmutatják a gyerekeknek. Így esett a választás a busó állarc készítésére és az ehhez kapcsolódó hagyományok megismertetéséhez. Farsang alkalmából arra gondoltunk, hogy busó állarcokat készítünk a gyerekekkel, vagy készítetünk a gyerekekkel. És az ötlet az volt, kutakodva egyébként az interneten és a különböző kézműves katalógusokban és könyvekben, hogy a busó állarcnak az alapja az egy papírzacskó, egy óriási nagy papírzacskó, és dekorgumi, színes kartonok, különböző batikolt papírok, rafia és egyebek segítségével, szalagok segítségével. Mindenki olyan busó állarcot készíthet magának, amilyen a fantáziájából telik, vagy éppenséggel, hát nyilván a kreativitásától függően, amilyet ő el tud készíteni. Mintákat hoztunk, illetve mohácsi nagyon kedves barátokat és ismerősöket kértünk el meg, igazi busókat, hogy jöjjenek el és segítsenek a gyerekeknek egy kicsikét ráhangolódni, és ez azt hiszem, hogy elég jól sikerült, és azon kívül még nagyon hangos is volt. De nem csak állarckészítés volt a kézműves foglalkozáson. Hát a busók műsora, vagy ők mutatkoztak be, illetve mutatták meg, hogy milyenek a busók, és igazából ez volt a meglepetés, de a fő attrakció az a busó állarckészítése volt. 20 gyerkőc, illetve anyukák, apukák, nagyszülők jöttek el, kísérték el a gyerekeket, és érezték magukat jól. Szerintem legalábbis minden ezt mutatja az elmúlt másfél órában itt a művelődési házban. Az ünnepkörökhöz kapcsolódóan a művelődési házban mindig tartanak tematikus kézműves foglalkozásokat. Ezekre van, hogy kismesterségek, oktatóit vagy népi iparművészeket kérünk föl, és van, amikor mi magunk oldjuk meg egyébként ezt a feladatot, hiszen a szervező kollégák is rendelkeznek egyébként annyi ötlettel, hogy ezt mi magunk is meg tudjuk csinálni. Most ez történt, annyival egészítettük ki, hogy hát Mohácsról hoztunk vagy kértünk föl busókat. A Mohács környékére betelepült balkáni eredetű sokacok hozták magukkal a népszokást, amely aztán itt a magyar kultúrkörben formálódott tovább. Habár nincs történelmi alapja, kapcsolódik a busójáráshoz egy népi monda is, amely szerint a török hódítók elől a dunai mocsárvilágba, a karapancsa mocsarába menekült őslakos sokacok, megelégelve a török elnyomást, ijesztő vérrel festett faállarcokba és birkabőrbe öltözve, a maguk készítette zajkeltő eszközökkel, csónakokkal átkelve a Dunán az éleple alatt, elzavarták Mohácsról a törököket, akik az ijesztő maskarásoktól megrémülve, fejvesztve menekültek a városból. Idén február 24-e és március 1-e között rendezik meg Mohácson a busójárást.